Az Antalfalvi Községi Rádió bemutatja az Antalfalvi Krónikát. Tájékozódjon Antalfalva község legfontosabb és legérdekesebb eseményeiről. Aktuális témákkal, érdekes emberekkel foglalkozunk, tájékoztatjuk önöket az elmúlt hét történéseiről. A község legfontosabb és legérdekesebb történeteit kínáljuk a hallgatóknak. Az Antalfalvi Krónika minden hétvégén csak az Antalfalvi Községi Rádió hullámhosszán. A projekt Antalfalva Község támogatásával valósult meg. Az 56-os forradalom eseményeire emlékeztek Torontálvásárhelyen október 23-án a helyi József Attila művelődési otthon kis termében. Minden falu édes hazám, minden asszony édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világot élem. A Torontálvásárhelyi Művelődési Otthon és az általános iskola diákjai, tanárai méltóképpen emlékeztek meg műsorukkal az 56-os hősökre és eseményekre. Az ünnepi műsor a helyi József Attila Művelődési Otthon és a Mósa Piádi Általános Iskola közös szervezésében valósult meg. A mai napon az 56. forradalmat, az 56-os forradalmat ünnepeljük meg itt a József Attila Művelődési Otthonban. Ez az ünnep azért is fontos, mert ugye az idő alatt a Magyarország szovjet befolyás alatt volt, és a forradalom és a szabadságharc által sokan áldozatul estek, szóval ők a vérükkel hozták meg a szabadságot a magyar nép számára. A diákok, tanárok versek, dalok és korabeli feljegyzések alapján idézték fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszakának eseményeit. Az általános iskolával közösen úgy döntöttünk, hogy a zenetanár is, meg a magyar tanárnő is részt fognak venni az ünnepségen. A zenetanár a kórussal készítette el a dalokat, amik milyen forradalmi jellegűek, katonadalok, Magyarországról, mint a szülőhazáról szólnak. A magyar tanárnő pedig az 56-os forradalom történelmét készítette el, meg az 56-os forradalom alatt megszületett irodalmi műveket, verseket, úgyhogy a gyerekek ezeket fogják elszavalni.
Lengyelországban, Krakkóban zajlott a katolikus ifjúsági találkozó október 20-a és 23-a között. Torontálvásárhelyről Bereszki Szebasztián vett részt ezen az eseményen. Lengyelországban, Krakkóban zajlott az ifjúsági találkozó október 20-a és 23-a között, amelyet a CCEE komissziója és a katekézis szekciója, valamint a krakkói főegyházmegye szervezett meg. Az ifjúsági katolikus rendezvény több mint 100 fiatal részvételével zajlott. Az eseményen a torontálvásárhelyi Bereszki Szebasztián is részt vett. A szimpózium témája Kelj fel, Jézus hív téged. Köszönöm szépen a meghívást. Ez egy ifjúsági találkozó volt, amely Krakóban, Lengyelországban zajlott le, és a motto pedig volt Keljetek fel, Jézus hív. Én képviseltem, vagyis én delegátusja vagyok a Cyril és Metodus püspöki konferenciának, ami nem csak Szerbiára vonatkozik, hanem Albániára, Koszovóra és Montenegróra is. Szóval a mi püspöki konferenciánk az inkább ilyen nemzetközi a többihez képest. A célja az egész találkozónak az volt, hogy a fiatalokat minél közelebb vigye a Szentíráshoz, a Bibliához, Jézushoz, Istenhez, az Egyházhoz. A találkozón különféle programok voltak, volt Szentmise, ahol kezdődött az egész találkozó, voltak csoportmunkák, beszélgetések, tapasztalatcsere, szentségimádás. Az én tapasztalatom szerint ez egy nagyon szép esemény volt, ahol 150 fiatal, több mint 150 fiatal vett részt Európának mindegyik részéből, még Európán kívül is külön vendégek voltak jelen. Nagyon tetszett, hogy megismerkedtem olyan emberekkel, akivel nem is gondoltam, hogy találkozni fogok. Például voltak máltaiak, Olaszországból jöttek, Németországból jöttek, még jöttek Ukrániából is, ami meg Spanyolországból, Svédországból, Norvégiából. Nem voltak minden európai országból, de 90%-a az összes európai országból érkeztek, és 17 éves volt a legfiatalabb, és 17 és 30 éves között voltak a fiatalok. A résztvevők különböző programokon vehettek részt, mint például csoportbeszélgetések, élettapasztalatok meghallgatása, szentmisék, esténként szentségimádás. Három nyelven zajlott, angol, lengyel és olasz. A konferencia szobában volt a legtöbb programunk, az ott zajlott három nyelven, de volt nekünk egy fordítónk, aki egy fülkében ült, és angolra, olaszra vagy lengyelre vezette át a beszédet, mi pedig fülhallgatón hallgattuk ezt, hogyha abban az esetben nem angolul volt, mint például én angolul beszéltem, meg hallgattam, és lengyelt meg olasz nem értem, szóval kellett egy kis segítség. Az egész program, az egész találkozón legjobban tetszettek, hogy voltak bizonyos fiatalok, akik élettapasztalatokról meséltek, hogy ismerték meg valóban Jézust, hogy hallották először Isten hangját, és nagyon sok embert ez meghatott, nagyon sok embernek megváltoztatta a véleményét, hogy lássa a világot, és nekem nagyon tetszett, mivel lehetett utána beszélgetni velük, és kérdezni még további kérdéseket, és az én tapasztalatomat is elmesélhettem nekik, ahogy ők is elmesélték, persze ez nem már úgy, mint nyilván sem, hanem
Igen, mert a program után lehetett beszélgetni is, kérdéseket felrakni, és nem csak fiatalok voltak, akik volt atya is ottan, aki volt misszionárus pap is, aki elmesélte, hogy hogyan kezdődött neki, és most hogy megy neki, és miket alkotott meg, és hogy milyen csodálatosan hangzik ez. Sebastian hitéletből már gyermekkorában kapott, templomban rendszeresen járt. Ez úgy kezdődött, hogy én gyerekkorom óta egy templom járó gyerek vagyok. Nyáron voltam egy hittantáborban, ahol most már csoportvezető voltam, és kaptam egy üzenetet Pastyik Robert atyától, aki sok jót hallott rólam az egyházmegyében, és gondolta, hogy először elhív engemet Belgiumba egy találkozóra, és aminek nagyon szép sikere volt, és úgy gondolta, hogy én velem ezt tovább folytatni fogja ezt a baráti kapcsolatot, és így lettem én egy delegátja ennek a püspöki konferenciának, és nagyon örülök, hogy megadta nekem ezt az esélyt. Sebastian a legközelebbi találkozó helyszínéről és tervekről is szólt. Eddig egyről, amiről én tudok, az Portugáliában lesz a fiatalok világnapja. Itt ez nem csak európai szint, hanem egész egy világszintű program lesz, ahol fiatalok jönnek szinte a világ összes pontjából, ami egy nagyon, nagyon szép program lesz, és nagyon is sokan lesznek, ez minden 3 évben szokott megszervezve lenni, amelyet még II. János Pál pápa szervezett meg először. A 18 éves fiatal fontosnak tartja a hitélet gyakorlását. Véleményem szerint Jézus és Istene való kapcsolatunk nagyon fontos, hogy növekedjünk, tanuljunk belőle. Szinte a Bibliában nagyon sok mindent megbírunk tanulni, és hogyha rosszul megy nekünk az élet, akkor az megbír nyugtató lenni, és tanító is bír nekünk lenni, és szerintem, hogy az egyháznak a része vagyunk, az nagyon, nagyon sokat jelent, és még példát adhatunk a fiataloknak ebben. Ma a sorrendben 29. CAC derbi kutya kiállítás zajlik Torontálvásárhelyen a helyi vásártéren. Aki még nem látogatott ki az eseményre, még megteheti. Ma zajlik a 29. kutya kiállítás a helyi kinológiai társaság szervezésében. A négy lábú, aki a főszerep, ma a helyi vásártéren. A megméretetésre ezúttal sem csak hazánkból, hanem külföldről is szép számmal érkeztek kutyák és gazdik. A program magába foglalja az ünnepélyes megnyitót, bírálatokat, a Best in Show programját, a kiállítás legszebb kutyájának kiválasztását. Pályázat jelent meg a vajdasági magyar egyetemistáknak. A De Profundis közhasznú alapítvány pályázatához a Vajdasági Baráti Egyesület is felajánlott támogatást. Idén is lehet pályázni vajdasági magyar egyetemistáknak a De Profundis közhasznú alapítvány pályázatára. A Vajdasági Baráti Egyesület idén is fel fog ajánlani mellé támogatást, hogy még több egyetemista kaphasson ösztöndíjat. Az alapítvány immár 20. alkalommal hirdeti meg a délvidéki diákság számára a 15.000 dináros egyszeri támogatás nyújtó pályázatát. A beküldési határideje 2022. november 18-a 18 óra. Mindent másolatban kérnek, semmit sem kell lefordítani, mert a bírálóbizottság tagjai tudnak szerbül, és a cirill betűket is ismerik.
A pályázat során a kuratórium elsősorban a rászorultsági elvet vizsgálja. A tanulmányi előmenetel csak másodlagos szempont. Megköszönik, ha azok, akik más forrásból, ösztöndíjban, kollégiumi ellátásban vagy egyéb támogatásban részesülnek, azok most nem pályáznak. A pályázati anyagokat kizárólag a következő címen fogadják: www.deprofundis.org jelentkezés. Ami fontos, a kézzel írott önéletrajzszerű pályázat maximum 2 oldal, az ebben leírta képezik a döntés legfontosabb részét. A pályázó lakcíme szerepeljen a pályázatban. A pályázatban szerepeljen az e-mail cím és egy telefonszám, amelyen értesíteni tudjuk a pályázót a fejleményekről. A Lecce könyv index fénymásolata, a pályázót azonosító, bármilyen méretű fotó, minden olyan dokumentum másolata, amelyről a pályázó úgy érzi, hogy általa pontosabb képet kapnak róla. Anyagot küldeni nem, de esetleges feltöltési problémát a következő címre lehet jelezni: info@deprofundis.org. Az eredményhirdetés várható időpontja 2022. december 28-a. Minden pályázót egyenként fognak e-mailben értesíteni arról, hogy sikerült elnyerni a támogatást, vagy sem. A támogatások kiosztásának várható időpontja 2023. január eleje. Már 148 ezeren felvették az influenza elleni védőoltást. Szerbiában 400 ezer dózis áll a polgárok rendelkezésére. 3 hét alatt több mint 148 ezeren vették fel az influenza elleni védőoltást az országban. A vakcina a felvételt követő 2-3 héttől nyújt védelmet az influenzától, ezért érdemes már most a járvány tetőzését megelőző időszakban felvenni azt, mondta Verica Jovanović, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója a Szerbiai Rádió Televízió műsorában. Elmondta: van elég influenza elleni védőoltás, 3 hete tart az influenza elleni oltakozás. Eddig mintegy 148 ezeren oltották be magukat. Nagy az érdeklődés, és eddig erre az idénre tervezett oltások 38%-át adtuk be. Ha arról van szó, hogy az egészségügyi dolgozók kinek ajánlják a vakcinát, akkor azt kell mondanom, hogy minden 6 hónapnál idősebb, krónikus betegségben szenvedő személynek, valamint minden 65 évnél idősebb személynek krónikus betegségtől függetlenül ajánljuk. A várandósokat is arra biztatjuk, hogy oltassák be magukat, mondta Batut közegészségügyi intézet igazgatója. $800 dinárral emelkedett a szociális segély összege. A pénzbeli szociális segély összege megállapításának alapja az előző fél év inflációhoz igazodva október 1-től 10.385 dinárt tesz ki, közölte a foglalkoztatási miniszter. A szociális segély összege tehát egy személy, illetve családon belül az arra jogosult személy esetében 10.385 dinár, írja Nova Economia. A család minden további nagykorú tagja után 5.193 dinár anyagi segély jár. A 18 éves kor alatti gyermekek után 3.116 dinár az anyagi támogatás mértéke. Az előző fél évben a pénzbeli szociális segély összegének megállapításának alapja 9.580 dinár volt. A pénzbeli szociális segély jelenlegi összege nem garantálja az abszolút szegénység teljes megelőzését, írja a fiskális tanács.
Pénteken, november 4-én az idei utolsó hagyományos vására kerül sor az október 4-e közművesítési vállalat szervezésében. Az idei utolsó hagyományos vásár a helyi október 4-e közművesítési vállalat szervezésében lesz megtartva, mely a népi nyelven ismert még mint káposzta vásár is. Várhatóan most a káposzta lesz a sláger, hisz ekkor van a savanyításának ideje is. A vásáron a hagyományos kézművességi termékek tűnnek ki, a fazekas, a kovács, a mézes kalácsos, a faragó, a drótos, az úgynevezett zöld piac termékei együtt teszik hangulatossá a vásárt. Nem marad el a jószágpiac sem. A novemberi vásár után a legközelebbi, egyben az első jövő évi rendezvény március utolsó péntekén lesz. Időben fel kell készíteni a járműveket a téli időszakra. November 1-től kötelező a téli gumi használata. A héten ugyan 22 fok körül alakulnak a napi csúcshőmérsékletek Szerbiában, a hideg idő azonban váratlanul érheti a sofőröket. Jobb még ebben az enyhe időben felkészíteni gépjárműveinket a téli időjárásra. A Szerbiai Automotoros Szövetség illetékese emlékeztetett, november 1-től kötelező a téli gumi az autókon. A törvény előírja, hogy minden sofőr autóján téli guminak kell lennie, amikor havas, jeges az út. Ilyen körülmények között elengedhetetlen, hogy téli gumival a kocsinkon közlekedjünk, így ugyanis mi is és a többi közlekedésben résztvevő személy is nagyobb biztonságban van. Amit a törvény szintén előír, hogy november 1-e és április 1-e között minden tapadást elősegítő eszközünk meglegyen, így hóláncnak is ott kell lennie a csomagtartóban. Szomszédos rangadóra kerül sor az Toront Elvásárhelyi Spartacus labdarúgó klub az Uzdini Unirea klubbal játszik mérkőzést, mely 13 óra 30 perckor kezdődik. Az első délbánáti ligában a 11. fordulóban a Padinai Dolina veszített 0-1 eredménnyel a Banacko Novoszelói Sloga klubtól. Toront Elvásárhelyen a Spartacus Glogonnyal játszott mérkőzést, mely gól nélkül fejeződött be. Az Uzdini Unirea legyőzte az Ulmai Partizánt 1-2 eredménnyel. A Toront Elvásárhelyiek jelenleg a tabellán a 9. helyet foglalják el 13 pontszámmal. A Spartacus a hétvégén Uzdinba játszik mérkőzést az Unirea labdarúgó klubbal. 13 óra 30 perckor kezdődik a mérkőzés. Ma virradóra többet aludhattunk. A téli időszámítás minden év októberének utolsó vasárnapjára, azaz 2022-ben október 30-ára essik. Ezen a napon hajnali 3 óráról 2 órára állítottuk vissza az órákat. Az őszi óraátállításnak köszönhetően ezen az éjszakán 1 órával többet alhattunk. Ekkor kapjuk vissza ugyanis azt az 1 órát, amit a tavaszi óraátállítás időpontjában elveszít. Tettünk. Persze innentől egyre hamarabb sötétedik, a nappalok egyre rövidülnek, az estéket hosszabbnak érezhetjük. Az Antalfalvi Községi Rádió bemutatja az Antalfalvi Krónikát. Tájékozódjon Antalfalva község legfontosabb és legérdekesebb eseményeiről. Aktuális témákkal, érdekes emberekkel foglalkozunk, tájékoztatjuk önöket az elmúlt hét történéseiről. A község legfontosabb és legérdekesebb történeteit kínáljuk a hallgatóknak.
Az Antalfalvi Krónika minden hétvégén csak az Antalfalvi Községi Rádió hullámhosszán. A projekt Antalfalva Község támogatásával valósult meg.